Mosolygós arcok, kötetlen hangulat volt a Kolonics György Alapítvány által szervezett rendezvényen. A karrierkövető programot 2017-ben indította el a szervezet, idén három nagy sportegyesületet látogatnak meg az országban, ennek keretében érkeztek Paksra, az Atomerőmű Sportegyesülethez. A fiatal versenyzőknek olyan életvezetési, olyan karriertervezési tanácsokat adjon, vagy olyan a beszélgetések révén olyan gondolatokat ébresszünk bennük, amely nem csak a sportkarrierükről szól, hanem az azt követő életükről is. Egy-két ilyen gondolatot kiemelve a versenysportot, élsportot hogy lehet összeegyeztetni a tanulással. A tréningen résztvevő diákok, valamennyien az Atomerőmű Sportegyesület sportolói, kajakkenu, cselgáncs és kosárlabda sportágakból. A szervezet ügyvivője elmondta, hogy örül ennek a lehetőségnek, mert szeretnék komolyabb gondolkodásra ösztönözni a diákokat. Jó sportolókat szeretnénk nevelni a gyerekeknek, a sporton keresztül olyan ingereket szeretnénk adni, amivel a későbbi életükben, vagy amiből meríteni tudnak. A sport rengeteg mindenre megtanít, kitartásra, küzdeni tudásra, amikre ugye hát a tanulmányi munkában is hasznát tudják venni, és hát a később évben felnőttként, amikor be kell állni egy munkahelyre, azért úgy gondolom, hogy aki a sportban a komoly terheléseket, a monoton edzéseket mind el tudta már gyerekfejjel viselni, ők azért máshogy állnak majd oda a munkában, hétköznapi életben is. Mondom a jogét, ha egy órát kibírtok, akkor meleg rétes, és a meleget is úgy értem, hogy valóban meleg, tehát így értem, meleg rétes érkezik. A fizikai táplálékról is gondoskodtak a szervezők a tréningen, amelynek a kezdetén az edzők elhagyták a helyszínt. Nem véletlenül a programon szigorúan csak az ifjú sportolók és a trénerek vehettek részt. Az előadás három fő gondolat köré csoportosult. Szeretnénk azt közölni és azt beégetni, hogy a sportolói attitűd az nem arról szól, hogy aranyérmem van, válogatott vagyok, hanem a mindennapi sportolói tevékenységről, arról az életvitelről, amitől én sportolónak tartom magam és a világ engem sportolónak. Ehhez kapcsolódóan hiszünk abba, ha valaki sportoló, és annak tartja magát, az és elnézést ezért, de az picit több, picit primőre, picit másabb. Az is elhangzott, hogy ebben a korszakban nem zárja ki egymást a sport és a tanulás, valamint a sporttal beépülhetnek olyan személyiségjegyek és értékek, amelyek az egész életüket pozitív irányba befolyásolják később, akár a munkaerőpiacon is.